miért van válság, van a magyar gazdaság? Tehát azt szeretném, hogyha egy rövid diagnózist adna nekünk erről, és ezután pedig megfogalmazna néhány világító pontot az alagút végén, tehát arról is beszélne, hogy vajon hogyan tudnánk kilábalni ebből az aktuális nehéz helyzetből. Tanár úr. Köszönöm szépen, jó estét kívánok. Hát ugye ezt a kérdést én további kérdések mentén közelíteném meg. A magyar gazdasági válság egy tényleg gazdaságpolitikai válság, abban az értelemben, hogy Magyarország rossz gazdaságpolitikai eszközöket alkalmazott, vagy alkalmaz folyamatosan, vagy pedig elhúzódik-e a válság mögött egy mélyebb társadalmi válság. És hogy a társadalmi válsághoz fűződik-e vajon egy politikai kiforratlanság, egy politikai szerkezet, ami alkalmatlan a sikeres gazdasági tevékenységekhez. Na most ezt a három kérdést így feltéve a következőképpen válaszolnám meg. A rendszerváltást követően, a rendszerváltás pillanatában Magyarország magáévá tett egy paradigmát, aminek a lényege az volt, hogy Magyarország gazdasági fejlődése az export vezérelt gazdaságra fog épülni, az export vezérelt gazdaságot pedig a külföldi tőke bevonásával fogjuk megteremteni. Jöjjön tehát a külföldi tőke, alapjában véve különösebb feltételeket ezzel kapcsolatban nem szabtunk meg, nem írtunk elő, és akkor majd kiépülnek azok a kapacitások, amelyek segítségével a magyar gazdaság be tud indulni. Most már több mint 10 éve, hogy világos, hogy ez a paradigma megbukott. És az is világos, hogy az elmúlt évtizedben ennek a paradigmának a helyébe nem sikerült valójában egy új paradigmát felállítani. Továbbra is egyik pillanatban stratégiai megállapodásokat kötünk a multikkal, másik pillanatban pedig különadókkal sújtjuk őket, tehát egy nagyon ellentétes és bizonytalan és zavaros hozzáállást mutatunk a kérdéssel kapcsolatban. Tudjuk, mindenki tudja, hogy az exportorientált külföldi tőkére alapozott gazdasági modell nem lesz képes az óriási alulfoglaltoztatást, az óriási nyomort, szegénységet, az oktatás siralmas és az egészségügy siralmas helyzetét. Most már világos, hogy ez a modell nem lesz képes ezen bármiféle érdemre való szóra való javulást felmutatni. Na most, ugye, ami a társadalmi és a politikai kérdést illeti, azt is tudjuk, és látjuk minden nap, hogy alapjába véve ez a társadalom mélységesen diszfunkcionális. Látjuk a kétségbejtő, rasszista, antiszemitista, kiszorító, gyűlölködő, egymásba taposó jelenségeket, és látjuk azt az elképesztő küzdelmet ember-ember között a mai magyar társadalomban, ami lehetetlenné teszi a konstruktív együttműködést. Tehát valamiféle gazdaság, valamiféle társadalmi válságról van, és ki kellene bogozni, hogy ez miből áll. Nézetem szerint a magyar társadalom alap axiómája, ha úgy tetszik, a politikáról, a gazdaságról és a társadalmi berendezkedésről leegyszerűsíthető, bár ez egy leegyszerűsítés nyilvánvaló, de a mag gondolat egyszerűen következő. Az átlag magyar azt mondja a hatalomnak,
tessék megmondani, hogy mit csináljak, és cserébe tessék engem eltartani. Na most ezzel szemben a korszerű fejlett világ társadalma azt mondja a hatalomnak, ne tessék nekem megmondani, hogy mit csináljak, tessék gondoskodni arról, hogy azt, ami szeretnék lenni, azt, amit szeretnék csinálni, megvalósíthassa. És ez nézetem szerint a modern, fejlett és fejlődésnek indult társadalmi szerkezetnek az alaptétele. Ezt a tételt nem sikerült Magyarországon meghonosítani, és itt van nézetem szerint a rendszerváltás nagy-nagy bukása. Nem sikerült kikerülni a korábbi tételből, és ebben az értelemben ugye Orbán tökéletesen folytatja a kádári alaptételt, azzal a kivétellel, hogy ő egy új osztályszerkezetet akar létrehozni, ahol egy felső középosztály, középosztály, és aztán a többiek pedig számára meglehetősen érdektelnek. De az alap axióma az, hogy tessék, majd én megmondom nektek, hogy mit kell csinálni, ne szóljatok bele, nem érdekes a demokrácia, nem érdekes a szerkezet, nem érdekesek az intézmények, és meglátjátok, én képes leszek benneteket nagyon jól eltartani. Már akit. De akkor ez tulajdonképpen bele is illik abba, amit a tanár úr leírása szerint a magyar ember elvár. Igen. Igen. Tehát ez lehet a sikernek a, igen, az oka. Igen. Tehát ez az ő sikerének a gyökere, amire a baloldal, liberális baloldal még nem találta meg a megfelelő választ. És akkor ennek mondjuk a megoldása lehetne egy okosabb oktatási rendszer? Vagy mivel lehetne ebből kimászni, vagy kikerülni? Igen, hát ez egy borzasztó nehéz és nagyon összetett kérdés, hogy lehetne felülkerekedni. Magyarország történelmében a reformkorszaktól kezdve erre már volt számos próbálkozás. Idáig mindegyik zsákutcába vezetett, és éppen azért, mert az alapkövetelmény, a magyar társadalom zömének az alapkövetelménye az, hogy ő legyen eltartva. Tehát valamilyen szinten ő erre vágyik. És nem arra vágyik, hogy az állam tegye lehetővé, hogy az ő képességeit, vágyait, erőfeszítéseinek, képességeinek teret, lehetőséget adjon. Térjünk még egy kicsit vissza arra, amit az elején mondott a tanár úr, az elhibázott gazdaságpolitikai döntések. Mondana nekünk néhányat, ami talán a legnagyobb szarvas hiba volt? Hát ugye az általános hiba az, hogy az ország nem értette a piacgazdaság és a kapitalizmus működésének a legfontosabb jellegzetességeit, és így nem tudta, hogy a piacgazdaság bevezetésével milyen kockázatokat vállal, és azokat a kockázatokat hogy lehetne a legjobban kezelni. Tehát egyszerűen védtelenül ment bele ebbe a helyzetbe, miközben teljesen világos, most ezzel nem akarom leszólni se a piacgazdaságot, se a kapitalizmust, de teljesen világos, akármilyen módon mérjük ezt, a piacgazdaságnak és a kapitalizmusnak vannak nagyon komoly negatív, potenciális negatív mellékhatásai. És ezekkel törődni kell, ezeknek nem szabad utat engedni, mert akkor nagyon nagy lesz a baj. Hogy csak akkor egy konkrét ilyen jelenséget fogalmazzak meg. Ugye minden terméknek és szolgáltatásnak van egy életpályája. A kezdeti fázisban, a korai fázisban, az életpálya korai fázisában a haszonmarzs nagyon-nagyon magas, mert egy innováció alapján
történik a termék vagy a szolgáltatás bevezetése, ami a terméknek, a szolgáltatásnak valamiféle kvázi monopóliumot biztosít, mindaddig, amíg ezt a technológiát, vagy annak valamiféle változatát versenytársak nem honosítják meg saját elképzeléseik szerint. Ahogy jönnek a versenytársak, úgy a szolgáltatás, a termék kezd korosodni, és eljön az a pillanat, amikor már elindul az alkonya felé. Na most ebben a fázisban, ez a délutáni fázisa az életének, az egyik legegyszerűbb módszere annak, hogy meghosszabbítsuk a termék, a szolgáltatás élettartamát, az a bérek csökkentése. És ugye ez alapjába véve a multiknak az egyik legfontosabb rálátása, hogy akkor azt csináljuk, hogy a termelést szétszedjük darabokra, különböző darabokra, termelésnek vannak alkotói, ellenőrzői, stb. Darabjai, és vannak viszonylag alacsony hozzáadott értéket hordozó munka része. Bérmunka része, nevezhetjük így is. Ezeket kihelyezzük az alacsony fizetésű területekre, országokra, és mivel ezzel nyerünk, visszaszerezzük ennek a csökkenő marzsnak egy részét ezzel a trükkel, meghosszabbítjuk a termék életpályáját. Tehát jellegzetesen az ide vagy más környékbeli országokba, vagy Ázsiába kihelyezett tevékenységek jellegzetesen ilyenek. Alacsony hozzáadott érték, alacsony bér, stb. Na most, amikor ez megtörténik, akkor viszont beüt az, amit a közgazdászok a Kuznets-Williamson szindrómának vagy hatásnak neveznek, ami azt mondja, azt fedezte fel Kuznets és tanítványa Williamson Dél-Amerika esetén, dél-amerikai adatokra támaszkodva, hogy az ilyenfajta befektetések alapjába véve elszívják az adott fejlődő vagy feltörekvő ország legképzettebb munkaerejét. És akkor az a szerves kapcsolat, ami fennállhatna a képzettek és kevésbé képzettek között a fejlődő, feltörekvő országok esetében széttörik. Tehát leválnak a fejlettebb, jobb képzettségű munkaerők a gazdaság többi részéről, a többi rész egyszerűen hátra marad, és teljesen elveszti azt a lehetőségét, hogy részese, szerves részese legyen a közösség, az ország mindennapi alkotó életének. Mert megtört ez a kapcsolat. Megtört nem csak gazdasági értelemben, de szociológiai értelemben is. Ugye, aki, mit tudom én, Győrben egy nagyon jó állás van az egyik autógyárnál, az most már nem a valamikori elemiskolai osztálytársával szocializálódik, hanem megy Ingolstadtba, és ott sörözik, és ott barátkozik, és más lesz az élete. Tehát a társadalomnak a szövete, a gazdaságnak a szövete borul. Most ez egy óriási gond. És alapjába véve ez a magyarázata a tragikus alulfoglalkoztatottságnak Magyarország esetében. Hogy erről hogy lehetne változtatni, segíteni, vagy talán majd később egy pár szót lehet váltani. És itt az alulfoglalkoztatottságon, tehát értem én azt, hogy gyakorlatilag ketté szakad a társadalom ezáltal, és lesz egy felső, meg lesz egy alsó réteg, de például ennek az alsó, alulképzett rétegnek nem adhat munkát a sok multi, akit becsalogatunk? Nem, mert ugye neki ő alapjából azt csinálja, és ez egy véges játék az ő szempontjából is, és ezt nagyon jól tudja, hogy azt a költséget, azt a forrást,
amivel az a képzett munkaerő létrejött, amit ő alkalmaz, ő nem fogja újra termelni. Tehát ugye azok a dolgozók, akik ott vannak abban a gyárban, azokat fel kellett nevelni, oktatni kellett, iskolába járatni, stb. Szociális támogatásban részesíteni, stb. Ez az övé. Tehát ő ezért nem fizet. Ugye ő ezért nem fizet. És ez az általa elnyert kedvezményeknek a lényege. Na most ennek következtében beindul egy nagyon kártékony folyamat, nevezetesen az, hogy mivel a források nem állnak az adott ország, mi esetünkben Magyarország rendelkezésére, amivel egy magasabb hozzáadott értéket képes kitermelő munkaerőt újra termelődhet, nem tudja újra termelni, és beindul egy spirál. És ez most Magyarország helyzete. Mi egy ilyen spirálban vagyunk. Más kérdés, hogy, mint ahogy mondtam, ezt a veszélyt nem ismertük fel, és nézetem szerint a mai napig sem ismerjük fel. Tehát amit csinálunk, hogy a multikat megadóztatjuk, különleges adókat vetünk irájuk, az alapjában véve egy kétségbe esett próbálkozás az egyébként rossz szerkezetű költségvetés hiányainak a kitömésére. De nem, egyáltalán nem látni azt a törekvést, vagy azt az eredményt, ami egy olyan oktatási rendszert hozna létre, amely képes újra termelni, nem csak, hogy újra termelni, hanem egy magasabb hozzáadott értéket előállítani képes újabb generációt felnevelni. Értem, tehát akkor most egy ilyen rossz spirálban vagyunk benne, és igen. Ez viszonylag Magyarország specifikus, de igen, beszélt erről az export vezérelt gazdasági paradigmáról, ami jó lenne túllépni, de van ennél egy szélesebb vagy átfogóbb gazdasági paradigma, aminek szintén a válságáról szokás mostanában beszélni, és ennek különös aktualitást ad, ugye Margaret Thatchernek a halála, a neoliberális paradigmáról beszélek, és ehhez kapcsolódóan arról is, hogy egyre több olyan hang szólal meg, amelyik a általános törvényként és igényként elfogadott folyamatos növekedést kérdőjelezi meg. Én például eszembe jut például egy olyan mondat, amit egy francia közgazdász írt le, Serge Latouche, hogy ha valaki azt gondolja, hogy egy véges világban létezhet végtelen növekedés, akkor az vagy közgazdász, vagy pedig elment az esze. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet akkor most ezzel a neoliberalizmussal, és mi a helyzet a növekedéssel? Kellene nekünk növekedni minden áron? Ugye a közgazdaságtan nagyon szeretne olyan lenni, mint a természettudományok, aminek érdekében óriási erőfeszítéseket tett az elmúlt 60-70 évben, talán már megközelíti az elmúlt évszázadot, hogy axióma jelleg, tehát törvényszerűség megfogalmazásokat fedezzen fel, amely törvényszerűségek térben és időben, tértől és időtől függetlenül állandó érvénnyel bírnak. Én ezt a megközelítést, mint közgazdaságtani módszertant egy az egyben elutasítom. Tehát én úgy vélem, hogy a közgazdaságtannak az ilyen jellegű törvényszerű megfogalmazásai a valóságban nem válnak be, ezeket bármennyire is próbálja a közgazdaságtan ezt matematikai eszközökkel, modellezési eszközökkel demonstrálni. A modellnek a lényege az, hogy a modell a valós jelenségekből kiragad olyan tényezőket és jellegzetességeket, amit ő egy modellbe tud önteni, és hátrahagyja azokat, amelyeket nem. Tehát most ugye a modellnek a fő jellegzetessége az, hogy lineáris. Tehát abban minden tétel számszerűsíthető, a valóságot, amit az a szám reprezentál, ugye számra fordítjuk, szám
már tesszük, de a valóság nem az. Ugye? Tehát ez itt nem igazán működik. Na most, ami a neoliberális közgazdaságtant illeti, ennek a módszertani véteknek első számú példája. Tehát kialakít egy axiómát, miszerint az ember önző. És az a legfontosabb tulajdonsága az embernek, hogy az önző. És akkor erre az egy tulajdonságra, erre az egyedüli, kizárólagos tulajdonságra építi fel a gazdasági modelljét, mondván, hogy önző, és az egy jó dolog, hogy önző, hiszen azon nem lehet és nem is kell változtatni. Na most nem igaz, hogy az ember csak önző. Az ember sok mindenféle és fajta, és az ember, tehát az emberi természetben sokféle vonás, motiváció, szeretet, tisztesség, becsület, hanyagság, az égvilágon sok minden felfedezhető, és az ő gazdasági viselkedése ezeknek a valamilyenféle meglehetősen képlékeny, bizonytalan, és nem igazán nagyon megbízható keveréke, ami a gyakorlatban, az életben jelentős változáson mehet át. Ne? Tehát az ő ember képe egy olyan emberről szól, ki nem is ember. És akkor innentől kezdve az egész történet borul. Na most, ami a Lelouch megjegyzését illeti, hát lehet, hogy igaza van, lehet, hogy nem, de ahelyett, hogy azzal vitatkoznék, hogy igaza van-e vagy nem, talán néhány szót mondanék a növekedés problematikájáról. Ugye a növekedésnek a mércéje, a bevett mércéje a GDP alakulása. Na most a GDP olyan gazdasági jelenségeket mér, amelyeknek van pénzforgalmi következménye. Tehát nem mér olyan gazdasági tevékenységet és jelentőségeket, amiből nem születik egy tranzakció, ami pénzmennyiségben mérhető. Ha mielőtt a főváros bevezette volna a parkoló órákat, parkoltunk az utcán, ugyanazt csináltuk, mint most, de nem fizettünk érte. Semmiféle változás nem történt a viselkedésünkben, főváros bevezette a parkolóórákat, mivel bevezette, a parkoló métereken beszedett összeg a GDP része. De addig nem volt. Ne? A háziasszony tevékenysége nem része a GDP-nek, mert nem kap érte fizetést, de ha a család felvesz egy háztartási alkalmazottat, akkor az már a GDP része, mert kap fizetést. Az Amerikai Egyesült Államok esetében azok az katonák, akik, mit tudom én, Irakban vagy Afganisztánban szolgálnak, vagy szolgáltak, azoknak a tevékenysége nem része a GDP-nek, de azok a privát cégek, akik az Amerikai Egyesült Államok megbízott hadi és a ottani tevékenységhez fűződő valamiféle feladattal is, és azért fizetett a szerződés szerint, az már a GDP része. Akkor mondhatjuk azt is, hogy ugyanúgy, ahogy az embert nem lehet leegyszerűsíteni önző emberre, ugyanúgy a gazdaságot nem lehet leegyszerűsíteni GDP-re? Igen, tehát ez a lényeg. Ugye? Tehát amikor növekedésről beszélünk, és az közösségek növekedésről beszélnek, akkor a sokféle gazdasági folyamatból és jelenségből kiragadjuk azt, ami számszerűsíthető, hiszen ezek az események, amelyek számszerűsíthetőek, valamiféle pénzes tranzakciónak a lényege. Nagyon fontos például okáért megérteni, hogy a mindenkit elkápráztató kínai növekedésnek legalább a fele egyáltalán nem növekedés, hanem abból áll, hogy kínai gazdaság
kínai társadalom tevékenységét pénzzé váltották, tehát bevezették a pénz használatát ezekbe a tranzakcióban. Nincs cserebere a faluban, az egyik megy a másiknak segíteni, a másik megy az egyiknek segíteni. Ezek mind fontos gazdasági tevékenység, ezek kiiktatódnak, ugye? És lám, micsoda óriási növekedést tud ekkor a gazdaság felmutatni. Csalóka. Szintén csalóka, hogy, és a mi esetünkben ez egy kirívó, tragikus helyzet volt, és mások esetében is vannak nagyon, kínaiak esetében is vannak nagyon komoly gondok ezzel, hogy a növekedés és az eladósodás között mi a viszony. Ugye? Magyarország esetében példánk okáért 2007-re 1 forint növekedést, 7 forint adósság növekedés kísérte. Tehát itt nem növekedésről van szó, tehát itt tényleg abban az értelemben, ahogy értelmeznénk ezt a fogalmat, alapjában nem ez történt, hanem az történt, hogy az adósság gerjesztette tevékenységek kerültek be a GDP-be, de az adósság, amivel ezt létrehoztuk, nem. Akkor most erről eszembe jut egy másik dolog, amit kicsit megint visszatérünk a magyar aktualitások témakörébe, hiszen itt szó van növekedésről is, meg eladósodásról is, a növekedési hitelprogramra gondolok. Most ezzel kapcsolatban én azt szeretném, hogyha egyrészt bemutatná nekünk ezt röviden, hogy mindenki értse és tudja, hogy miről van szó, tehát szeretnék egy ilyen elméleti közgazdásztól várható megközelítést is. De eszembe jut az is, hogy hallottam én azt, hogy néhány éve a tanár úr vásárolt egy birtokot valahol Somogy megyében, ahol kiváló sajtokat termel. Sajnos én még ezt nem kóstoltam ugyan meg, de olvastam, hogy több nemzetközi díjat is nyert vele, tehát biztosan kiváló. Úgyhogy egy kisvállalkozó is ül a pódiumon az elméleti közgazdász mellett. Úgyhogy mind a két szempontból szeretném, hogyha ezt a problémát egy kicsit megvilágítaná nekünk. Igen. Ami az elméleti közgazdász illeti. Közgazdászokból van egy néhány olyan kiemelkedő egyéniség, akinek a munkássága rám óriási hatással volt. Az egyik ilyen Keynes volt, aki állandóan a valóságban tesztelte a feltételezései, a hipotéziseit. Ezeken borzasztóan tetszett, mert én vitatom, hogy a közgazdaságtannak lehet olyan elméleti koherenciája, mint mondjuk a fizikának. Tehát, és ráadásul, mivel emberek életéről van szó, tehát közvetlen emberek életéről van szó, a közgazdaságtan számomra óriási morális tartalmat hordoz, elkerülhetetlen tartalmat hordoz, aminek következtében a számomra a közgazdaságtan egy gyakorlati tudás formája az arisztotelészi értelemben. És én ezt, tehát számomra ugye kulcskérdés volt Magyarország esetében, hogy mi legyen a környezettel és a mezőgazdasággal, és ahhoz, hogy én ehhez valamiféle merészséggel tudjak hozzászólni, úgy véltem, hogy ezt a gyakorlatban jobb lenne, hogyha megismerném. Az elméleti tudást azt könyvtárokban be lehet szerezni, de mint mondom, itt az elmélet és a valóság között a közgazdaságtan esetében veszélyes szakadékok vannak, tehát erre nagyon vigyázni kell. Ami a növekedést ösztönző hitel és egyéb programról van szó. Na most én a Magyar Nemzeti Bankot, monetáris politikáját következetesen bíráltam jóval a Simor korszak előtt, tehát Járai korszak esetében, sőt, mi több még a Surányi korszak esetében is, alapjába véve azon az alapon, hogy
egy adott nemzetgazdaságnak van bizonyos kapacitása, bizonyos képessége, és ha a reál kamatszint, ugye ez a nominális kamat mínusz az infláció, ha a reál kamatszint meghaladja azt a szintet, amit az az adott gazdaság képes kitermelni, akkor a monetáris politika kontraproduktív. Tehát akkor már nem arról van szó, hogy ő leállítja az inflációt, nem is olyan biztos, hogy leállítja, mint ahogy láttuk az elmúlt években, hanem arról, hogy ez egyszerűen a padlóra viszi a nemzetgazdaságot. Tehát ez a ortodoxia, amit a Magyar Nemzeti Bank az rendszerváltás óta következetesen követett, ez az, mondjuk így, Ottmar Issing és a Deutsche Bundesbank hagyományos elmélete, hogy egy nemzeti bank, egy jegybank csak egy cél tud követni, és az az egy cél akkor legyen az árstabilitás, kostet was kostet. Én ezt nem helyeslem. Az lehet, hogy én azt mondom, hogy én csak azt az egy célt követem, de azzal, amikor hogy követem, egészen más következményekkel járhatnak, mint amit én szándékoznék. Tehát vannak nagyon komoly mellékhatások. Azt mondani, ja, hát a mellékhatások engem nem érdekelnek, számomra, mert engem csak az infláció és az árstabilitás érdekel, számomra egy elfogadhatatlan álláspont. Na most ennek következtében én látok mindenféle riaszgatás és ijeszgetés ellenére valóságtartalmot az Orbán kormány által is megfogalmazott kritikákban a Simor vezette, Király Júlia, stb. Vezette Nemzeti Bank esetében. Egészen más kérdés, hogy ezekből a kritikákból aztán az Orbán kormány milyen aktuális lépéseket von le, tesz meg, milyen intézkedéseket fogalmaz meg. Az egy egészen más kérdés. Ami a gazdaság élénkítő csomagot illeti, önmagában a három eszköz közül, tehát ugye az első eszköz az volt, hogy kis és középvállalatok számára a bankok nyújtsanak hitelt, olyan forrásból, amit a Magyar Nemzeti Bank szállít nekik a rendelkezésükre, ingyen, nulla kamattal, egy 2%-os kamat marzsa, ugye ez az első lépés. Na most ez az, hogy ő 0%-kal ad forrást, ez lehet, de megint az van, hogy itt most átesünk a ló másik oldalára, mert ezzel a reál kamat az infláció alá megy, tehát negatív reál kamatról van szó. Na most vannak esetek, helyzetek, amikor a negatív reál kamat indokolt, és én azt hiszem, hogy a mi esetünkben is indokolt. Más kérdés, hogy indokolt-e ekkora mértékben. Tehát én szerintem ez egy túlzás, egy 1,5%-2%-os kamat mellett én ezt jobban szívesebben látnám. A 2%-os marzs, amit a forrásköltségre rátesznek, a másik oldalon viszont egy óriási baklövés. Ugyanis a magyar kis- és középvállalatok átlagos marzsa, amin pénz jutnak, az 4,4%. Ebben a marzsban ugye benne van a bank, a hitelező költségének a fedezete, tehát az alkalmazottak fizetése, épület, komputerek, stb. Rezsiköltségei, és benne van a kockázat felmérés, a kockázati ár. Ha én ezt a marzsot leszorítom 2%-ra, akkor alapjában véve kiszorítottam a kockázatot fedezni hivatott részt. Ne? Most akkor mi lesz ennek a következménye? Hát az lesz a következménye, hogy a bankok, ha egyáltalán felhasználják ezt a forrást,
csak olyan vállalkozásoknak, vagy olyan projekteknek, vagy körülményeknek fognak ebből hitelezni, amiben nincs kockázat. Tehát, ha a dolognak a lényege az, hogy beinduljon a gazdaság, akkor ahhoz nyilvánvaló valamiféle kockázatvállalásra van szükség. De ez egy öngól, mert a 2%-os marzs azt mondja, hogy ne vállaljon a bank semmiféle kockázatot. Tehát ebben a formában nem működőképes. Van benne egy második, nagyon komoly hiba. Ha azt mondta volna a kormány, most felejtsük el a 2%-os plafont, hogy ezt az egész összeget az EU-s pályázatok önrészének a finanszírozására szánja, akkor a 250 milliárd forintnak a négyszerese jönne létre a magyar nemzetgazdaság esetében, hiszen az egyik gond éppen az, hogy a kis- és középvállalatok nem tudnak pályázni az EU-s pályázatok keretein belül, mert nincs meg az önrész. Ha ezzel létrehozta volna az önrészt, akkor jött volna, és mi nem tudjuk, tehát nagyon jelentős mértékben nem tudjuk kihasználni az EU-s kereteket, mert nincs meg az önrész. De hát akkor ezek szerint ezt a programot sem nagyon fogjuk tudni kihasználni, hiszen nem fogják tudni felvenni a vállalkozások. Na most a második része ennek a programnak ugye az, hogy a kis- és középvállalatok átválthatják a devizahiteleiket forintra a jelenlegi, tehát az átváltáskori árfolyamon. Ja? Ezzel is vannak jelentős szakmai gondok. A kis és közép, ugye amikor ők ezt átváltják, akkor a korábbi mérleg szerinti összeghez viszonyítva, hasonlítva, mivel a mérleg szerinti összeg az eredeti árfolyamon van feltüntetve, az átváltás pillanatában jelentkező árfolyam jelentős, a mérlegben jelentős adósságnövekedést fog eredményezni. Hogy aztán ez milyen feszültségeket fog okozni, hogy erre mennyire lesznek a vállalatok képesek, hogy a bankok erre hogyan fognak reagálni, az szerintem körültekintőbb felmérésnek kellett volna, hogy a tárgya legyen. De ami ennél fontosabb bizonyos értelemben, az az, hogy alapjában véve ezzel is, mint a korábbi végtörlesztéssel, mint az árfolyamgáttal, a kormány legitimálja a devizahitelezést, amit nem lenne szabad legitimálni. Tehát a devizahitel úgy, ahogy van, egy nagyon-nagyon hibás termék. És azért hibás, mert radikálisan eltér, megmásítja a hitel fogalmát. Hitelfogalmának az integritása a gazdaság működésének a szempontjából rendkívül fontos. Ez nagyon veszélyes a hitelfogalmával így kísérletezni. Mi a hitelfogalma? Hát és ez nagyon helyesen, teljesen elfogadható módon magában a magyar polgári törvénykönyvben, ha jól emlékszem az 523. cikkelyben, meg is van fogalmazva. A hitel egy meghatározott összeg, amit a hitelező, a hitel felvevő szabad rendelkezésére bocsát, és amely összeget a hitel felvevő köteles a hitelezőnek visszafizetni. Ez a hitel. Na most ugye azonnal felmerül a kérdés, mi volt az az összeg, amit a hitel felvevő szabad rendelkezésére bocsátott a hitelező bank. Hát ez egy forint összeg volt. A hitel felvevő nem látott svájci frankot vagy eurót az ő számláján szabad rendelkezés, az ő szabad rendelkezésére se svájci frank, se euró nem jelent meg. Ja? Tehát azt nem lehet, hogy én a rendelkezésedre bocsájtok X mennyiségű forintot, de amit te visszafizetsz, az nem az, amit kaptál, hanem valami más, ami valami más módon van kiszámítva. Ettől az egész rendszer borul. És ez nagyon komoly, ez nem vicc. Ez nem csak egy jogászi csűréscsavarás. Sajnos a magyar jogász szakma, bíróságok ezt egyszerűen nem képesek felfogni, de a végeredménye az, hogy a pénzügyi rendszer mérlege, tehát az egész pénzügyi rendszer mérlege megbízhatatlanná válik.
ugyanis a bank mérlegén ott van eszközállomány, hitelek, és ott van egy szám. De az a szám nem egy megbízható szám, mert annak a számnak a mi volta az árfolyamtól függ. Na most innentől kezdve, ha a piac, ha a források nem tudják a bank mérlegét megfelelően értelmezni, ha bizonytalanok annak valamiféle tartalmában, a következő lépés az, vagy az, hogy elutasítják a bankot és nem adnak neki forrást, vagy pedig azt mondták, hát jó, adok neked nagyon rövid lejáratú forrást egy feláron. Többet kérek érte, mint kérnék, ha ez a bizonytalanság nem jelentkezne. És akkor mi van? Az van, hogy a bank ezt a felárat ráterheli az ő ügyfelére, és ettől kezdve ugye a magyar kis- és középvállalatoknak a versenyképessége csorbul. Tehát ugye oda jutottunk, hogy reál értékben számítva a magyar kis- és középvállalatok háromszor annyit fizetnek hitelikért, mint egy cseh. Háromszor annyit. Na most ezek már nagyon komoly versenyképességi tényezők, amit nagyon nehéz kiküszöbölni. Tehát ez volt a második tétel. A harmadik tétel a devizatartalékoknak a csökkentéséről szól. Itt van egy technikai kérdés, amit én nem látok világosan, hogy itt most mire gondoltak, mert volt egy olyan elemzés vagy kommentár, miszerint a devizatartalékok csökkentése fűződik a második tételhez, de ha ez az elképzelés, akkor a devizatartalékok csökkentés, tehát ahhoz, hogy a második tételt megcsinálja, tehát a konverziót megcsinálja, nincs szükség 3 milliárd euróra. Ott 1,2 milliárd euróval. Tehát a számok nem stimmelnek. Nem. De tegyük ezt a kérdést félre. A devizatartalékok csökkentése szerintem ebben a 3 milliárd euró körüli mértékben teljesen helyén való. Annak idején 2008-ban, amikor beütött a válság, alul tartalékolva volt a Nemzeti Bank, és ez hozzájárult ahhoz, hogy kénytelenek voltunk a valuta alaphoz fordulni. Van ennek a tartalék szintnek egy általában véve elfogadott mércéje, ez az úgynevezett Greenspan-Guidotti modell, ami alapján azt mondja, hogy a devizatartalékok akkor elégségesek, ha az egész nemzetgazdaság egy éven belüli deviza adóságának felelnek meg, tehát annyi, amennyivel egy éven belül van visszafizetési kötelezettség. Ennek alapján én úgy látom, hogy nyugodtan lemehetünk 30 milliárd euró fölötti szintre, és ennek megvan a további oka, hogy a devizatartalék fenntartása borzasztó drága. Tehát mi ezeket a devizákat kölcsönökből raktuk össze, azokon mi kamatot fizetünk, és amit kamatot kapunk a devizatartalékok betéteiből, az jóval elmarad attól a szinttől, amit kapunk. És ez állandó veszteséghelyzetbe kényszeríti a Nemzeti Bankot, amit aztán a költségvetésnek fedeznie kell. Tehát az a 3 milliárd körüli devizatartalék csökkentés a költségvetés egyensúlyát mintegy 160 milliárd forinttal javítja, anyja. Ez nem egészen itt. Ez komplikált ennek a számvitele, de satsz per kb. Körülbelül ilyen mértékű lehet a devizatartalék csökkentésének a pozitív hatása a költségvetésre. De akkor mondhatjuk azt összességében, hogy nem ezzel a növekedési hitelprogrammal fogjuk a magyar gazdaságot újra növekedési pályára állítani és fellendíteni valószínűleg. Tehát, hogyha visszatérünk a beszélgetés elejére, hogy milyen kiutakat
tudnánk felvázolni a magyar gazdaságnak, akkor nem ez lesz az. Nem. És azt gondolom, hogy most sajnos, bár még nagyon sok mindent lehetne persze kérdezni, meg mondani, meg szuper lenne, ha lenne időnk arra, hogy folytassuk tovább ezt a beszélgetést, de szerintem most eljött annak az ideje, hogy megkérdezzük a közönséget, hogy van-e valakinek olyan kérdése, ami borzasztóan égető, és szeretné feltenni a tanár úrnak, mert akkor kérem, hogy emelje fel a kezét, és én hadd adjam át a mikrofont. Akkor nem adom át a mikrofont, hanem ott jön a mikrofon. Jó, akkor arra, jó, akkor ide fáradjon ide a színpad. Nincs az olyan messze. Ebben kérem. Ez vagy a másik. Köszönöm szépen a professzor úr előadását. Kósa Márta vagyok, és nem szeretném nagyon hosszúra nyúlni, megadni esetleg a lehetőséget másnak is. Professzor úr itt említette azt, hogy ugye egy forint növekedéshez 7 forint adósság termeléssel sikerült elérni. De az lenne egy lényeges kérdés, hogy ez a 7 forint adósság végül is hol landolt? Mert ha megnézem az elmúlt 15-20 év nagy befektetéseit, tehát az autópályaépítéstől kezdve egyéb presztízs beruházásokon át, tehát az zömében a fő beruházó az valamilyen nyugat-európai multinacionális cég, most említhetném a Strabagtól a Svitelskinát, nagyon neves cégeket. Tehát, hogy van, akinek érdeke lenne-e kivizsgálni, hogy hova ment ki ez az iszonyú mennyiségű pénz elsősorban. Ön tett egy említést a magyar társadalom szerkezetére, és itt tényleg mély elemzésben most nincs időnk belemenni. Tehát talán az elmúlt 150 évben a magyar társadalom legalább 5-ször le volt fejezve, és talán az egyik legnagyobb 56 után, amikor a magyar értelmiségnek a jó része arra kényszerült, hogy elhagyja az országot. Tehát nem lát-e ön esetleg olyan szerkezet, tehát a társadalom szerkezetében ez is egy meghatározó tényező, hogy többször lefejeződött, tehát nem egy nyugat-európai mintájú polgári társadalom alakult ki. Ebből kifolyólag ön mondta, hogy a magyar társadalom elvárja azt, hogy majd a kormány megoldja, csak a kormánynak csettinteni kell, és minden megoldódik. Ez úgy gondolom, hogy az élet minden területén jelentkezik. Hogyha belegondolok a napokban épp az árvíz kapcsán, tehát miért nem az állam oldja meg például a szolnoki árvízet, miért az ökumenikus segélyszervezet kényszerül erre, hogy kínlódjon ott például Szolnok megyében, tehát hogy kitérőképpen. Tehát csak egy példát akartam, hogy ez szinte minden területen megjelenik. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát a 7 forint az egész nemzetgazdaságra vonatkozik. Tehát a 7 forinttal nőtt az állam, a vállalkozások, az önkormányzatok és a háztartások eladósodása. Ennyivel nőtt, ennyi hitelt vettek fel. Na most ez a hitel felvétel összességében jelentős kereslet többletet hozott létre. Ez a kereslet többlet volt az, ami 1%-os GDP növekedést eredményezett. Tehát így jött össze. Na most a bonyolult kérdés, ennek a szerkezeti részleteit itt most áttekinteni, bár nagyon szép és izgalmas kérdés, hogy pontosan miről volt szó, miért volt ez az óriási méretű hatékonytalanság. De én a magyarázatot, hogy rövidre fogjam ezt a kérdést, én nem abban találom, én nem úgy vélem, hogy ez abban rejlik, hogy valaki vagy valakik kivitték a pénzt az országból, hanem abban, hogy a paradigma, a magyar nemzetgazdaság alapparadigmája összességében egy rendkívül hatékonytalan paradigma. Itt a magyar nemzetgazdaság beszorult egy olyan utcába, ahol nagyon alacsony a munkásságának a hozzáadott értéke.
ez a nemzetgazdaság az alaptermékekből, a félkésztermékekből és a bérmunkából áll össze. Ezeknek a tevékenységnek a szellemi tartalma messze elmarad a versenyképesebb nemzetgazdaságok által a kibocsátásának a szellemi tartalmától. És nagyon fontos ezzel a kérdéssel megbirkózni, hogy miért van az, hogy a magyar gazdaság belekerült abba az utcába, hogy a tevékenységének a szellemi tartalma nem csak hogy nagyon alacsony marad, hanem ráadásul egyre zsugorodik. Tehát ez egy tragikus, egy nagyon tragikus vonulat, amit nagyon fontos lenne megfordítani. Nem foglalkozik vele egyetlen egy jelentős politikai párt, majd egy pár szót, hogy esetleg ez hogy lehetne megfordítani, majd visszatérünk. A másik kérdésével kapcsolatban, igen, hát ugye kívülről nézve, hogyha feltesszük a kérdést, hogy most mit látnak bennünk, mit lát bennünk a nyugat, a fejlett világ, ők alapjában azt látják, hogy Magyarországnak megvolt a lehetősége, hogy kiépítsen egy demokratikus társadalmat, és erre nem volt igénye. Tehát nem építette ki, mert nem igazán kell neki. És akkor ennyi. Tehát itt nagyon direkt módon, bár nem kívánunk, nem szeretünk erről beszélni, ugye nem egy szimpatikus, hálás téma, hogy miért van az, hogy a magyar társadalomnak ilyen rendkívül alacsony a demokrácia igénye. És én erre csak azt tudom mondani, hogy legalábbis az én személyes magyarázatom erre az, hogy az alapvetően felebaráti szeretet, az alapvetően közös, tehát az egész nemzetet átfogó, nagy, közös, nemzeti sikerélmény, ami összetart egy nemzetet, és az a szeretet, amit összetart egy nemzetet, nekünk nem jutott belőle. Nem igazán jutott. Volt, vagy elveszett? Volt és elveszett, vagy nem is volt? Én nem látom, hogy valamikor is lett volna. Egy érdekes példa erre, hogy ha feltesszük a kérdést, hogy az elmúlt 75 évben, talán még 100 évben is, mi volt a magyar társadalom egészét összefogó és megérintő nagy sikerélmény? Ugye? Gondolkozzunk el rajta. Mi volt az, amit mindenkit egyaránt meg... Tessék? 6-3, exactly. Pontosan. 6-3. Úgy van. Na most ez nem elég. A 6-3 szolidaritás nem lesz elég nekünk akkor? Nem. Ez nem elég. Igen, pontosan. 6-3. És ugye a fejlett világ, legalábbis a nyugati fejlett világ tényleg alapértéke, ami átszövi a társadalmat és az emberek közötti emberi viszonyt, az a kereszténység által meghirdatott felebaráti szeretet. Na most ezt lehet szekularizálni, és a felebarátból lesz embertárs, és így tovább, de a dolognak a lényege fennmarad, hogy én a másikban felismerem azt, és üdvözlöm azt, hogy olyan, mint én. És nem az, hogy ő valamilyen teljesen alapvető tekintetben más, mint én. És ugyanakkor, amikor felismerem, hogy alapvetően olyan, mint én, ünneplem a sokféleséget, és ünneplem azt, amiben tőlem valamilyen értelemben eltér, vagy más. Ne? Tehát ezek azok a dinamikus, az értelemben rendkívül fontos tényezők, amik hiányoznak. És ezért van az véleményem szerint, én tudom, hogy ezt nagyon sokan
a magyar szellemi életben nem osztják ezt a nézetet, és ezért van az, hogy a hangsúly, a jogállamiság helyreállítása érdekében számomra egy kicsit kong. Persze, jó a jogállamiságot rendbehozni, persze, fontos dolog a fékek és az ellensúlyok tisztelete, de, és itt van megint egy jellegzetesen magyar hiba, szerintem, ezek a dolgok, fékek, ellensúlyok, jogállamiság, jogbiztonság csak egy egészséges társadalmi szerkezetre épülhetnek. Ha ez a szerkezet, a társadalmi kötődés nincs meg, akkor a demokráciát ilyen intézményes eszközökkel, tehát jobb alkotmány, stb. Nem lehet létrehozni, nem fog létrejönni. És ezért kerültünk abba a siralmas helyzetbe, amibe kerültünk, hogy összeomlik a demokráciát biztosító eszköztár, mert az Orbán kormánynak nagyon könnyű dolga van, hiszen a társadalmi szerkezet, ami ezeket fenntartja, alapjában véve nem létezik. És akkor mi tartja fenn? Tehát akkor valamiféle tudományos elmélet, vagy jogászi elmélet, vagy hát ez egy jó dolog, hogy vannak fékek és ellensúlyok. De ez nem így van. Az attól fog fenntartani, hogy a féket és ellensúlyokat a társadalom szerkezete, viselkedési módja, mindennapi élete elvárja és kikényszeríti, és akkor tudja elvárni és kikényszeríteni, ha az a felebaráti viszony egymás között fennáll. Igen, csak a kérdés az, hogy ugye ez felülről akkor nem lehet elindítani, nem. Felülről nem lehet újra szőni nem. A társadalmi nem. Szövetet, hanem most, ezt alulról kéne valahogy. Most ugyanakkor azt kell mondanom, hogy hát ugye a történelem meg a társadalmak alakulása egy nagyon titokzatos dolog, és képes óriási meglepetésekkel szolgálni. Ugye Észak-Afrikában egy taxisofőr felgyújtja magát, és az egész világ, egész arab világ lángba borul. Nem volt az a politológus, aki ezt előre látta, vagy elképzelte volna, de van ilyen. Tehát ami tényleg hiányzik, és könnyen lehet, hogy holnap ez hirtelen valahonnan előbukkan, az a nagy, a nemzetet összefogó és átható közös élmény. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Mégis arra szeretném kérni, hogy legyen olyan kedves a mikrofonhoz fáradni, mert különben nem tudjuk rögzíteni. Köszönjük szépen. Azt akarom elmondani önnek, Rúna Péter, hogy az aranyat, az eurót, a forintot nem lehet megenni. A sajtot azt igen. Ugyanakkor a GDP-re is. A GDP az egy szám. Semmi egyéb, mint egy statisztikai adat. Az, hogy milyen egy ország termelési szintje, az a sajt határozza meg. A gáz, a fa, az értékek, az itt lévő mikrofonok is egyebek. Független a GDP-nek nevezett számtól, ami ki van írva a kivetítőre. Jelen pillanatban a legnagyobb problémánk az, hogy Magyarországon nincs forint. Elvesztett a forint, mint olyan a vásárló értékét. Magyarországon előkerült egy olyan, hogy suska, talentum, balatoni frank, és itt is mondhatnám a helyi pénzek sorát, valamint az euró. Ez itt a legnagyobb problémák, és az euró bevezetésének határának küldetet érkeztünk, amikor a Nemzeti Bank kiillódik az átváltási árfolyamat. Ugyanis nincs forintunk. Senkinek a kezében nincs forint. Nekem van. Annak idején emlék, magának kezében van, mert külföldről jött. De a magyar állampolgár kezében nukú. Annak idején akár sem forintért vásároltuk, mert jobban se a kifejezésnél a levizai teresek, hanem volt egy olyan lehetőség, hogy az állambácsi adott pénzt előtakarékosság esetén kiegészítés 40%-ot a megtakarításra. Ez egy statisztikai adat volt. Nem forint, állami hitel, ha úgy tetszik, ami állambácsitól jött a számlára pénz.
Ezért cserébe a kedves magyar állampolgár voltan hülye, na most az kifejezésre ezt mondom, bevallotta teljes rezsiösszegét, azt, hogy hány gyereket akar, ki a felesége, ki az anyósa, ki az élettársa és egyéb. A teljes család anyagi helyzetét fel tudta mérni a bank. Azt is, hogy meddig feszítheti a húrt, és mennyi pénzt tud legyúzni a családról. Meg is tette. Lelke rajta, hogy megtette, csak egyetlen probléma van, hogy a betétessel ismertette, akinek a pénzét elfogyasztotta. Egy pillanat, hadd mondjam végig. Azt szeretném megkérdezni Urlach Péter úrtól, hogy milyen esélyt lát Magyarországon egy stabil pénz létrehozásáról, egy stabil elszámoló egység létrehozásáról, amit nevezhetünk eurónak, forintnak, mit tudom én, mit csinálok, amiben lehet mérni a GDP-t. Be lehet mérni a háziasszony munkáját, lehet mérni a háziember munkát, aki otthon tevékenykedik a tején meg a kilambozásával, és így tovább. Köszönjük szépen, akkor megkérjük Róna Pétert, hogy válaszoljon erre, hogy mikor lesz itt stabil pénz. Én nem gondolom, nem vélem, hogy a forint különösebben instabilabb, mint számos más fizetőeszköz. Én ezt egyszerűen nem látom itt a gondot, nem értem, hogy ez miért lenne gond. Van... Én tőlem... Kérem, engedje befejezni a gondolatot? Én ezzel a jelenséggel nem találkozom. Tehát, hogyha én elmegyek a nagycsarnokba, és megkívánok, és ott bevásárolok, én tőlem forintot kérnek, más nem kérnek. Tehát ez nem fér be az én tapasztalatomban. Menjünk tovább. Van-e még valakinek? Köszönöm, akkor legyen olyan kedves ide fáradni a mikrofonhoz. Smuk Erzsébet, ők is két kérdésem van. Az egyik kérdésem az, hogy 3 évvel ezelőtt látott napvilágot a Stiglitz jelentés, ugye 3 évvel ezelőtt volt, aminek az egyik középponti kérdése ugyancsak a GDP-nek a kritikája, és erre ráfűződő nagyon sok minden volt. Én azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan látja tanár úr, hogy tulajdonképpen miért nem lett ennek folytatása. Tehát volt egy nagyszerű riport, a világon nagyon sok tudós dolgozott ezen, úgy tűnt, hogy ez hozhat valamilyen változást, és ez minthogy úgy eltűnt volna, ez az egyik. A másik, amire szeretnék rákérdezni, ez az Európai Uniós támogatások kérdése. Én lassan ott tartok, hogy talán jobb is lenne, ha már nem lennének Európa Uniós támogatások, mert egyrésztről azt érzékelem, hogy a korrupciónak egy picit a melegágya. Ha elmegyünk vidékre és körbenézünk például a mezőgazdasági támogatások kapcsán, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokan, ugye a tőkések vagy a tőkeérdek egyre nagyobb földterületre akarja rátenni a kezét, hogy egyre több európai, tehát földalapú támogatáshoz jusson, és ezekkel a támogatással olyan beruházásokat valósít meg, ami nem úgy előbbre vinné a fejlődést, hanem úgy dönti egyre inkább nyomorba a vidéki lakosságot. És azzal fejezném be, hogy egy ilyen vidéki vállalkozó azt mondotta nékem, hogy tulajdonképpen ez Magyarországon a második privatizáció, ő kimaradt az elsőből, de most szerencséje van, a másodikban részt vesz, és gyakorlatilag azok jutnak forráshoz, akiknek pénzük van. Hogyan látja ezt, tanár úr? Hát ami a Stiglitz riportot illeti, valóban úgy tűnik, hogy egy egyébként kitűnő riportnak a következményei ez idáig meglehetősen szerények. Ugyanakkor megjegyezném, hogy a 2008-as válság nem csak egy világgazdasági válságot jelentett, hanem a közgazdaságtan válságát is. Volt ez a híres incidens, II. Erzsébet királynő, olyan 2-3 hónappal a válság kitörése után egy kis csoport, nagyon jeles, azt hiszem 2 Nobel-díjas is volt közöttük, közgazdász csoportot hívott meg teára. És amikor a vendégek megérkeztek, akkor nekik szegezte az egyszerű kérdést. Ennek a közelettét senki se vette észre. És akkor ez a kérdés úgy ott is maradt a közgazdás szakma feje fölött, hogy hát hogy van az, hogy egy ilyen méretű, óriási válság
kitörhet, és valójában nem igazán láttuk, hogy ez közeledik, nem jelenti-e ez a tudomány hát csődjét vagy hiányosságát. Igen, azt jelenti. Na most azóta azonban, beleértve Stiglitzet saját magát, Joseph Stiglitzet és sok mindenki mást, azért elég komoly tudományos munka folyik annak érdekében, hogy rekonstruáljuk ezt a megsérült tudományt, és hát nagyon nagy a feladat, nem egy könnyű feladat, de legalábbis elméleti szinten vannak jelentős eredmények. Tehát én nem adnám fel ez a rövid válasz, hogy nehéz kérdés, és a szakmán belül óriási a háború, van, aki ragaszkodik a régi modellekhez. Magyar közgazdaság társadalom túlnyomó része a régi modellhez ragaszkodik, messze túlnyomó része, de van fejlődés. Ami a második kérdést illeti. Hát ugye ez egy nagyon nagy dilemma. Kétségtelen, hogy a támogatásoknak, minden támogatási rendszernek van egy korumpáló gazdaságot, szerkezetet torzító potenciálja. És ilyen értelemben támogatások nem igazán kívánatosak. De azt látni kell, hogy a periféria országai, beleértve Magyarországot, egy óriási versenyhátránnyal léptek be az Európai Unióba. És ez a versenyhátrány számunkra kumulálódik és megjelentkezik, hát abban a leszakadásban példák okáért, amit korábban illusztráltam. Ha megengedi, hogy folytatnám, és ne vágjon közbe. Jó? Ez, ilyen formában ez a kérdés nem értelmezhető. Tehát most elvesztettem a falat. Igen. Mint a korrupciónak a... Igen. De ugyanakkor óriási versenyképességi hiánnyal léptünk be az Európai Unióba, nem tudunk olyan szinten teljesíteni, nem tudjuk biztosítani azt a gazdasági hatékonyságot, amit a versenytársak képesek biztosítani, és ugyanakkor, miközben ezt nem tudjuk megtenni, az árak konvergálnak az Európai Uniós árakhoz. Tehát nem tudjuk a nemzetgazdaság teljesítményét konvergálni az Európai Uniós gazdaságok teljesítményének az irányába, de ugyanakkor ezeket az árakat el kell viselnünk. Ez egy óriási hézag. Na most ezt a hézagot valamilyen formában kezelni kell. És ennek a kezelésére jött létre a különböző európai támogatási formák, amik valóban vannak ilyen korumpáló mellékhatásai, lehetne ezt jobban is kezelni, de hát ahol kialakul egy olyan politikai rendszer, mint amilyen kialakult a mi esetünkben, a korrupció és a torzításnak a veszélye valóságá válik. És különben ez a elképesztő korrupciótól meg, ez nem lehet összefüggésben avval a társadalmi szövet felbomlással, amiről korábban is beszélgettünk? Tehát ez nem megint egy ugyanolyan probléma, amit felülről elkezdve nagyon-nagyon nehéz megoldani, és csak újabb szabályrendszereket tudunk bevezetni, amik nem túl hatékonyak? De, igen. Tehát ugye én úgy látom, hogy ha már egyetértünk abban, hogy nem a felebaráti szeretet és nem a közös élmény
ami összetartja ezt a nemzetet, akkor mi? És erre én azt a választ tudom adni, hogy alapjává a kultúrának, a magyar kultúrának, társadalmi kultúrának a lényege a szívességkereskedelem. És ez kezdődik az iskolákban, az elemi iskolában. Ugye? A puskázás, amit a tanárok, minden további nélkül, nagyon régen voltam elemi iskolás, látom, hogy semmiféle változás ebben a kérdésben nem jött létre. A tanárok szemet hunynak a puskázásnak, és mi a puskázásnak a lényege? Arra, hogy a gyereket a szívesség kereskedelemre szocializálja. Én adok neked puskát, mert nagyon jó vagyok matekból, te pedig egy jó nagy darab mafla vagy, és azt a srácot, aki engem állandóan piszkál, azért verd meg, és akkor kapsz puskát. És akkor elindul, én neked ezt, te nekem azt. És mire a gyerekből felnőtt lesz, ő ezt a játékot már teljesen még észre se veszi, hogy ezt a játékot játsza. Na most ez a szívességkereskedelem meghatározó jelensége a magyar társadalomnak, ami eltakarja a valós teljesítmény ünneplését és elismerését. Mert nem azon múlik, hogy mi annak a teljesítménynek a tényleges értéke, hanem az, hogy a szívességkeresetem keresztül milyen kapcsolatok és milyen elkötelezettségek, lekötelezettségek. Tehát akkor a hivatalos struktúra mellett mindig létezik egy ilyen árnyék struktúra. Igen, ez a lényege. Igen, ez a lényege. És akkor ezen keresztül aztán persze a gazdaság teljesítő képessége jelentős mértékben csorul, félretolódik, és ezt nem igazándiból nagyon-nagyon nehéz helyrehozni, helyre billenteni. Nem lehetetlen. Esetleg még kérdés? Igen, legyen olyan kedves ide fáradni a mikrofonhoz. Köszönöm. Szó Ignác vagyok. Igyekszem röviden kérdezni. Azt nagyon megköszönnénk. Elég sokan dolgoznak most már hazánkból külföldön. Ebben kicsit személyesen is érintett vagyok, úgyhogy innen ismerem jobban a dolgot, meg érdekel. Viszont az a tapasztalatom, hogy nem csekély azoknak a száma, akik külföldi keresetük egy részét hazahozzák, és itthon költik el. Akármilyen célra, vagy hitelt, vagy a családnak a fenntartására. Ön szerint ez beleszámít-e a GDP-be? Bele. A válasz még rövidebb és felősebb volt, mint a kérdés. Még kérdés, legyen olyan kedves mikrofonhoz. Köszönöm szépen, Gergely Erzsébet vagyok, és azt szeretném megkérdezni, hogy Csernobil és Fukushima óta nem csupán a világ figyelt fel még jobban a nukleáris energiatermelés kockázatára, de gyakorlatilag a műszaki követelmények emelkedtek, és hihetetlenül az a hitel szint is, illetve kamatszint, ami révén egy ilyen beruházáshoz hitelt lehet szerezni. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan ítélné meg professzor úr a magyar terveket, amik a paksbővítésről szólnak, amik adott esetben egy nagyon nagy állami és hitelinvestíciót jelentenének a következő időszakra. Vajon ez-e a jó megoldás? Hát talán az, ha egy témát szeretnénk kiragadni, ahol az elmúlt 20 év minden kormánya súlyosan adós maradt, az az energiapolitikának a területe. Az energiapolitika jelentősége és fontossága általában véve világszerte ismert, és magában az Európai Unióban is. Szinte minden országnak van már
egy jól meghatározott energiapolitikája, energiastratégiája mind a fogyasztási, mind pedig a termelési oldalra vonatkozólag. Nekünk nincs. Ennek a következménye óriási. Ma az egy köbméter légtér, lakás légtérnek a fűtéséhez a magyarok az egy köbméter fűtéséhez szükséges német energiának a 130%-át költik, használják fel. Óriási, óriási a nemzetgazdaságban az energiafelhasználás hatékonytalansága. Most itt egy nagyon egyszerű dologról van szó, szigetelés. Tehát az épületek elavultak, a gyillászárok rosszak, a falak mindenféle hideget, meleget ki és be engednek. És ez így volt máshol is, nem csak Magyarországon. Más országok, kezdve mit tudom, Portugáliától, egy olyan gazdaságot emeljek ki, amelyik méretében mondjuk összehasonlítható velünk, óriási lépéseket tettek a gond orvoslásának az érdekében. Mi nem. Hogy miért nem, számomra egyszerűen megfejthetetlen. Mert egy energiahatékonyság növelő programnak van a legnagyobb munkahelyteremtő képessége. A legnagyobb fizetőképes kereslet növelése, hiszen ha 30%-kal kevesebbet költök energiára, fűtésre, stb., akkor nyilvánvalóan 30%-kal több pénzem marad vásárlásra. És annak megvan a gazdaságra vonatkozó pezsdítő hatása. És óriási következménye van a folyófizetési mérlegre, kereskedelmi mérlegre, hiszen ezek az energiaforrások, kiemelten a gáz, import forrás. Ha kevesebbet fogyasztunk, akkor kevesebbet kell érte fizetni külső ellátók számára. Mindenek ellenére és mindenféle próbálkozáson ellenére teljes kudarc, teljes érdektelenség. Egyetlen kormány idáig az elmúlt 20 évben ezzel a kérdéssel egyszerűen nem foglalkozott. Ha megnézik a német kormányok, mert ez teljesen független a pártpolitikai hovatartozástól, bizonyos fokig, mondjuk a zöldeknek itt van egy nagyon jelentős szerepük, és nagyon konstruktív szerepük Németország esetében. Németországnak van egy 35 évre kiterjedő energiastratégiája. Románoknak van egy nagyon jó, észszerű energiastratégia. Nekünk nincs. Ami a termelési oldalt illeti, itt ugye az alaptézise, az én alaptézisem az, hogy a termelési oldalt több lábúvá kell tenni. Tehát vannak olyan alternatívák, olyan lehetőségek, hogy egészen kisméretű energiatermelő egységeket hozunk létre, ezeknek a felépítésének a költsége 3 és 5 milliárd forint között mozog, amelyek helyi gazdaságokat, településeket kis körzetben látnak el, helyi hulladékból. Itt is az van, hogy ezeknek az elképzeléseknek, ezeknek a modelleknek nagyon jelentős munkahelyteremtő képességük van, és itt visszatérve egy kicsit egy korábbi észrevételemre, ugye nekünk azt kell megoldani gyorsan, hogy mit csinálunk a nem foglalkoztatottakkal, az alulfoglalkoztatás problémájával. Hogy tudunk jelentős mennyiségű munkahelyet teremteni viszonylag alacsony képzettséggel rendelkező honfitársaink számára? Ez az alapkérdés, ez egy alap nemzetgazdasági feladat ennek a megfogalmazása és létrehozatala. Itt az energia termelésben, úgy, mint az energiahatékonyság növekedésében óriási potenciálok vannak, hogy számszerűsítsem,
a hatékonyság növelésben számításaim szerint 130-160 ezer munkahelyről van szó, a másik oldalon pedig egy további 80 ezer körüli munkahely jön számításban. És ezek már nagyon nagy számok, mert ezeknek a számoknak aztán van az úgynevezett szorzó effektusa, kikerülnek ugye a szociális támogatás, különböző támogatás programból, bekerülnek a nemzetgazdaság vérkeringésébe, és annak megvan a kereslet gerjesztő következménye. Érthetetlen, hogy ezeket a kérdéseket miért nem tudjuk megcsinálni, miért vagyunk képtelenek egy energiapolitikát megfogalmazni. Szoros összefüggésben lenne egy ilyen energiapolitika a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés kérdésével, és itt van nézetem szerint nem egy megváltó, hanem egy nagyon, mert azt nem mondanám, de egy nagyon jelentős javító a nemzetgazdaságot, társadalmat, nagyon jelentős mértékben javító lehetőség. Nem csináljuk meg. Viszont én úgy gondolom, hogy ezzel, ha nem is akaratlagosan, de úgy visszatértünk a kiinduló problémához, illetve a probléma lehetséges megoldási útjaihoz. Energiagazdálkodás, illetve mezőgazdaság, ezek lehetnek itt a pozitív kicsengései a mai estének. Úgyhogy én szeretném megköszönni egyrészt a tanár úrnak, hogy eljött és beszélgetett velünk, és nagyon-nagyon sok okos és fontos dolgot mondott, amit remélem, hogy mindenki hazavisz magával. És szeretném azt is megköszönni, hogy eljöttek ma este, illetve a kérdéseikkel segítették a rendezvényt nem csak most, hanem már a korábban beküldött kérdésekkel is. És szeretném arra biztatni önöket, hogy őrizzék meg ezt a jó szokásukat, és továbbra is figyeljék a honlapot, figyeljék a Facebookot, és tegyenek fel kérdéseket majd a következő összejövetelre is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak.